Legutóbb 1981-ben az egykori Magyar Honvédelmi Szövetség szervezésében rendeztek Nyíregyházán országos tűzszegyveres bajnokságot, így 35 év szünet után léptek ismét lőállásba a Szabolcsi megyeszékhelyen a legjobb hazai sportlövők. A házigazda Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület 15 klub mintegy 300 versenyzőjét látja vendégül a Stadionúti lőtéren. Nagyon erős mezőny gyűlt össze, hiszen a Riói olimpia után az olimpikonok is csatlakoztak ehhez a mezőnyhöz. Ez az első igazán nagy versenyük az olimpia óta, és hát úgy gondolom, hogy nem csak olimpikonok, hanem Európa-bajnokok és világbajnokok is részt vesznek ezen a versenyen. A légpisztolyjal a 2018-as argentinai ifjúsági olimpiára már kvalifikáció szintet teljesítő Vareha Attila nem volt elégedett a tűzszegyveres teljesítményével. Nem szerepeltem túl jól, az első sorozatom elég rossz lett, az elvitte az egészet. Én olyan 520 körül szerettem volna lőni, az egy stabil első hely, de így 493 sikeredett össze. Vareha Attila végül az 5. helyen végzett az ifjúságiak mezőnyében, a szintén nyíregyházi Agádi Vilmos pedig 510 körös eredménnyel a 2. helyet szerezte meg. 2. lett az Agádi Vareha Kis Attila összetételű csapat is. Az országos bajnokság szombat reggel 9 órakor folytatódik, és a tervek szerint vasárnap délután 17:30 kor ér majd véget.